teszünk rá a tetejére, úgy szoktunk, hogy egy kis hagymát, egy kis, mikor már majdnem megfőtt, akkor paradicsommal, házi paradicsom léven leöntjük. Illésnyi erős Ágnes épp a székely töltött káposzta, vagy ahogy Bukovinában mondták, galuska elkészítését meséli, amiből a szombati napon tetemes mennyiséget főztek bát a széken a székelyházban. A disznóvágás kora reggel kezdődött és egész napon át tartott. A káposzta a vacsorán lett felszolgálva, ahova közel 100 főt vártak. Rákészültünk a lapikkal, a hússal, és lesz hurka kolbász, és üstbe főzünk levest, húslevest. Úgyhogy ilyen nagy volumenű lesz a ma este itt a terembe. A székely közösség minden férfi tagja aktívan részt vett a hús feldolgozásában. A közel 200 kg-os disznót Horváth István Tolna megye egy-egy számú választókerületének országgyűlési képviselője ajánlotta fel. Hát mindenbe segítkeztem. Alapvetően a fő feladatom az a vérfelfogás volt, illetve a húsoknak a darabolása, a csikozása. Most folyik a darálás, nem sokára utána elkezdünk tölteni, szinte mindenből kolbász fogunk majd készíteni, de sokan vagyunk rá, és nagyon lelkes a közösség. Bonyhád Majoson nemzetközi kolbásztöltő fesztivált tartottak szombaton. A második alkalommal megrendezett télvégi rendezvényen 40 csapat vett részt. Készültünk mindenféle étkekkel, addig is, amíg a kolbász elkészül, ugye, főleg disznóságokkal, az talán egyértelműen látszik. És okulva az utolsó fesztiválból, úgy érzem, hogy egy nagyon szép, ilyen hagyományos asztalt készítettünk el. A program egyik szervezője azt mondta, hogy a zsűri nem csak az elkészített ételeket pontozza, hanem például a csapatokat és az általuk feldíszített asztalokat is. Megnézzük azt is, hogy a csapatnak a megjelenése mennyire egységes, hogy mennyire autentikus az, ahogy az asztalukat felépítették, felkészítették, hogy mennyire autentikus technológiákat használnak, ugyanis vannak, akik igazán régi, még dédszülőktől származó töltőkkel készültek például. A majosi kolbásztöltő versenyt a Hidasi csapat nyerte, második helyen a horvátországi Laskó településének delegációja végzett, míg a harmadik a kavárraljaiak lettek.